A selejtezőket és a közérdöntőket követően az állva maradt 8 csapat lépett pályára vasárnap a Filó foci csarnokban, hogy eldöntse a Nyírerdő kupa sorsát. Az egész napos tornán az A csoportban 3-6 pontos csapat közül az egymás elleni eredményeknek köszönhetően a Balkány végzett az első, az Apagy a második, míg a Kemecse a harmadik helyen. A B csoportban a címvédő Ibrány maga mögé utasított mindenkit. A bronzmérkőzés nagy csatát hozott a döntő, viszont sima ibrányi sikerrel zárult. Nagyon jó színvonalú teremtornán vagyunk túl, minden probléma nélkül lezajlott az utolsó kör, és időben megérkeztek a csapatok, percre pontosan tudtuk kezdeni a mérkőzéseket, sőt a végére még egy pár perccel hamarabb is el tudtuk kezdeni a döntőt, nem volt sérülés, ami nagyon fontos, izgalmasan alakult az A csoport küzdelme, hiszen ne felejtsük el, hogy az A csoportban 3-6 pontos csapat végzett az első három helyen, és itt ugye a versenykiírás értelmében az egymás közti ugye mini tabella számított, az egymás közti eredmények, és ugye így játszhatta a Balkány a döntőt. Érdemes megjegyezni, hogy 17-18 másodpercre a vége előtt rúgta a Balkány az Apagynak azt a gólt, amivel végül így megelőzte az apagyi csapatot. Az Apagy játszott így a harmadik helyért. A másik csoportban a címvédő Ibrány maga biztosan menetelt. Annyi, hogy az utolsó csoport mérkőzésen azért a Gyulaháza egy 0-0-ás döntetlen tudott vele játszani, de ennek ellenére is az Ibrány jutott a döntőbe, a Tarpa pedig játszott a harmadik helyért. A harmadik helyért játszott mérkőzés az egy nagyon izgalmasan alakuló találkozó volt, hiszen a tarpaiak két góllal is vezettek, de az Apagy Maris Gabi vezetésével megfordította a mérkőzés, és megnyerte végül. Az Apagy, aki szinte mindig bejut a Nyírerdő kupa 8-as döntőjében, most így a harmadik helyen végzett. A döntőbe pedig az ibrániak címvédőhöz méltóan az első perctől kezdve kézben tartották a mérkőzés, az első percben megszerezték a vezetést, és végül 4-0-ás győzelmet arattak a Balkánnyal szemben. A résztvevő csapatok edzői és vezetői szerint a háromkörös teremtorna jó felkészülési lehetőséget biztosít a tavaszi bajnoki folytatásra. Megyeketes megye 3-as csapatoknak ez nagyon jól jön ez a teremtorna, hiszen általában ezzel a teremtornával indítják el a téli felkészülési időszakot. Ez az év, ez most különösen jól sikerült, és jó visszajelzések voltak, hogy kevesebb csapattal rendeztük meg helyszínenként, ugye 5 csapattal a selejtezőket, a középdöntőket 4-jel, hiszen ez azt jelenti, hogy nem reggeltől estig kellett ott lenni egy helyszínen, és a vége nem fulladt unalomba, hanem tényleg minden mérkőzésnek tétje volt. Megye egyes csapatok pedig értelemszerűen valaki komolyabban veszi a kis pályát, a teremtornát, valaki nem olyan komolyan, ugye a megye egyes csapatok közül azért jó pára nem is neveznek, nem is szoktak erre a teremtornára. Aki viszont nevez, azért azt komolyan veszi, hát jól mutatja, hogy azért itt is a legjobb 4-ben 3 megye egyes csapat versenget. Pozitívak voltak a visszajelzések, ugye azt hiszem, hogy sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre megrendezzük a 7. Nyírerdő kupát is. A tornán a dobogós csapatok az érmek és a serlegek mellett 200 ezer forint értékű sportszervásárlási utalvánnyal is gazdagodtak. A gólkirályi címet az ibrányi Somogyi Márk szerezte meg, a legjobb játékosnak a balkányi Gyási Lászlót, a legjobb kapusnak pedig az apai Polgári Lászlót választották meg a szakemberek.